Sziasztok, én Muki vagyok, és ezúttal egy újabb Hearthstone-os videóval jelentkezem, amiben pedig kettő témával fogunk foglalkozni. Először is röviden átbeszéljük, így csak átfutunk rajta, hogy milyen nerfek érkeztek a Hearthstone-ba, amik most már mától benne vannak a játékban is. A második pedig ehhez kapcsolódik, 30 darab pakkot fogok nyitni a normál class pakkból, és akkor reményeim szerint nyitunk pár olyat is, amit most nerfeltek, és akkor teljes áron be lehet majd váltani, úgyhogy tök jó lesz nekünk, valamint megnézzük, hogy milyen lapjai vannak, amiket eddig nerfeltek, és hogy abból mennyi dust jön. És esetleg még az is szóba jöhet, hogy akkor átbeszéljük, hogy mit érdemes a nerf után szétszedni, és mit nem, mert szerintem van egy-kettő, amit még ezek után is lehet használni, és van egy-kettő, amit biztos, hogy nem. Szóval ez lesz a mai tartalom, nézzük is. Akkor üdv mindenkinek ismét, és akkor most megnézzük, 12 darab lap lett nerfelve a klasszik lapok közül, amik ugye ezen túl véglegesen így maradnak, és több mint valószínűleg mondhatom, hogy soha többet nem nerfelnek klasszik lapot, mivel eddig is nagyon-nagyon nehezen szerettek volna hozzányúlni bármelyikhez is, és erre is nehezen szállták rá magukat, viszont ha nerfelnek, akkor aztán kőkövön nem marad semmi. Úgyhogy nézzük meg akkor ezt a 12 lapot. Íme az első, Ancient of Lore, egy druida lap, 7 ér 5 per 5, maradt a statja. Ugye választhattuk eddig, hogy vagy magunkra, vagy valamelyik lényünkre híleltünk 5-öt, vagy pedig húztunk 2 darab lapot, és ezt nerfelték arra, hogy húzunk most már 1 darab lapot. Szerintem erre azért volt szükség, mert ugye a következő patchben kijön egy olyan lap, amivel a druida, ha lent van az a lény, most a statjait már nem tudom, mert őszintén szólva egyszer néztem meg, és csak úgy átfutottam rajta. A lényeg az, hogyha az a lény lent van, és utána más ilyen csúzvanos lapot játszunk le, akkor mind a kettő csúzvan teljesül, ergo az első opciónál 2 lapot húznánk, és még 5-öt hílelnénk valamire. És az úgy már elég erősen hangzik, valljuk be. 7 manáért 5 per 5, szerintem ez még mindig egy olyan elfogadható dolog, és azért szokott ez ilyen nagy manába kerülni, vagy sok manába kerülni, mert ha választhatunk, ha opcionális az, amit csinálunk, akkor mindig, hát mindig többe kerül, hogy úgy balanszolva legyen az egész. Ez nem tudom mennyire volt érthető, vagy jött át, szerintem ez ugye egy olyan érthető dolog. Ehelyett lehet használni 5 manáért 4 per 4-es azul dréket. Egyesek szerint az most már jobb, mint ez. Szerintem, ha valamelyik lap tud healelni, az még mindig jó. Mondjuk az 5 heal nem sok, és elvileg most már az összes lap még jobban arra szolgál, hogy lassítsa a metát. Megnézzük, hogy működik-e továbbra is, avagy nem. Na hát igen, mindenki nagy kedvence, Force of Nature, Savage Roar combo. Ugye 9 manából 14-et tudtunk ütni a hősre, ami, hát valljuk be, szerintem az én druida elleni harcaim többségében ebből a kombóval ért véget. És lehetett számolni vele, hogy az már ott van, illetve még ha innervéttel még egy Savage Roll-t nyomott rá, akkor meg még több damage-et tolt be, szóval ez elég undorító dolog volt, és ezt ki akarták írtani, és szerintem valószínűleg tökéletesen sikerült is. 6 manáért 3 darab 2x2-es charge-os fát idéztünk meg, most 5 manáért fogunk 3 darab 2x2-es, viszont nem charge-os fát megidézni. Hát szerintem ebben abszolút megölték ezt a lapot, több mint valószínű, hogy soha többet nem látjuk ezt, hiába csökkentették egyel, az volt a lényeg ugye, hogy charge-oljon a lény, és ezzel megöljön minket, valószínűleg valami mást ki fognak erre találni az emberek, illetve hogy ezt nem hiszem, hogy valaha is látjuk. Keeper of the Grove, ugye még szintén druida vonalon mozgunk, 4-er 2x4-es volt, választani lehetett, hogy vagy damage-erünk 2-t, vagy silence-erünk valamit. Na már most ugye a silence-es lapok, a bagoly, meg ez is nerfet kapott, valószínűleg ugyanazért kapott ez nerfet, mint amiért a bagoly is, hogy ne ezt használják, hanem valami mást, vagy használjuk, szintén csúzvanos.
A képessége ugyanaz maradt, 4 HP helyett 2-re csökkent, ami így 4 manáért 2 per 2-es elég necces. Hát nem tudom, én őszintén szólva egy ideig ezt használtam, de talán most már nem fogom, pláne hogy ugye ezt szét fogom craftolni, mert hogy az eredeti árát kapjuk vissza, az a 100 dásztot. És itt van a bagoly, ősi kedvencem, 2 manáért volt 2x1-es, most 3 manáért lett szintén ugyanaz a stat. Hál' Istennek a Silence része az megmaradt, úgyhogy ezen nem változtattak semmit, pedig ez volt beígérve, hogy valami más lesz a Silence helyett, meg hogy a Big Game Hunter is valami mást fog csinálni, de már ehhez szerencsére nem nyúltak. 2x3 mana, sokan mondják azt, hogy 3 manáért 2x1-es az elég gagyi, inkább akkor már 4 manáért a Spellbreaker-t, azt hiszem, vagy Spellbender, nem a Spellbreaker, nem tudom pontosan. De a slide-ből is látszik, sőt, használtam azt a lapot. 4 manáért 4 per 3-as, és szintén Silence egy lapot, viszont az nem Beast. És hogy inkább azt fogják használni, na már most szerintem a Silence-es bagyot mi azért használtuk, én legalábbis, mert elsődlegesen nem arra szeretnéd a manádat elhasználni, hogy Silence-el valamit, hanem az csak egy ilyen másodlagos dolog. Például tegyük fel, hogy len van egy Sylvanas a másik oldalon, ugye 6 ér 5 per 5-ös, ha meghal valami, akkor a mi oldalunkról randomra átvisz valamit, és ha az ellen egy Spellbendert rakunk le, akkor azt fogja átvinni, mivel hogy avval már nem tudunk abba a körben semmit csinálni. Viszont a bagyot még mindig szívesebben adnánk oda. A lényeg az, hogy azon az egy manál is sok múlik. Tehát én még mindig bagoly párti vagyok, így a 3 manára való nerfelés után is. Big Game Hunter, maradtak a statok, hál' Istennek maradt a Battlecry értéke, tehát a, ugyanúgy 7 vagy annál több atakosokat pikpak elintéz, pedig azért ennél is nagyon-nagyon el lett hangsúlyozva, hogy valószínűleg ki fogják venni ezt az egész mechanikát, hogy csak úgy megsemmisít, mert hogy ez mi is volt a jó szóra, hogy akadályozza a játék, vagy a fejlesztők, nem tudom, lényeg, hogy az, hogy nem tudunk nagy lényt kijátszani, anélkül, hogy ne attól rettegnénk, hogy a Big Game Hunter lelövi. Na most ez a veszély továbbra is fennáll, ugyan 2 manával többért, de valószínűleg a Big Game Hunter is továbbra is benne marad a metában, mert ez szintén játszható, pláne, hogy ahogy látjátok, ti is rengeteg sok nagy lény van, úgyhogy lesz mit levadászni vele. Hatodik, Hunter's Mark, ugye 0 manáról 1-re növelték. Ha azt nézzük, hogy az Equality a Paladinnál, ugyan rare lap és nem basic lap, 2 manáért mindennek a bordon lévő lényeink közül leviszi 1-re a HP-et. A Hunter's Mark viszont csak egy lénynek vitte le 1-re, 0 manáért. Hát ez kérdéses, hogy akkor itt most hol az igazság. Igaz, hogy a Hunter's Mark nagyjából arra volt jó, hogy a tauntos lényeinket leszedje, és már haladt is tovább a Face Hunter az arcunkba, és ugye lassítani akarják, mint már említettem, a metát mindenáron. Hát nem tudom, ez olyan szó-szó, ez a nerf, hogy miért kellett, vagy miért volt rá szükség, de hát ez van. Valószínűleg, aki eddig is használt Hunter's Markot, az ezután is fog ezzel a különbséggel. Bleed Fury, na hát szerintem ez okozta a legnagyobb problémát, vagy siránkozást az emberek többségébe, pláne ugye nyilvánvalóan, aki szeret rugóval játszani. 2 manáért elpusztította a fegyverünket, és rásebzett minden lényre és enemire az alapfegyverrel, itt pedig 4 manáért pusztítja el a fegyverünket, viszont már csak az ellenfél lényeit fogja megsemmisíteni, illetve rásebezni a fegyverünk értékét. Hát, igen. Az első verzió az elég durva volt, 2 manáért meg pláne, ugye lehet, hogy beleütött 8-at az arcunkba a fegyverrel, és utána Blade Fury-vel még 8-at mindenbe, ami ez mondjuk elég sok lapot kellett beáldozni, de viszont az 16 damage per kör, ha nem volt lent taunt, és ugye minden mobunkat megölte, több mint valószínűleg. Ez a második, ez egy olyan nerfnek érzem, hogy így kb. Kiirtották a Bleach Fury-t is a játékból.
Igaz, hogy lassul a meta, és rengeteg nagyon sok jó lapot kapott most a rugó, viszont ugye ahhoz meg kell vennünk a következő kiegészítőnek a lapjait, de szerintem van ott életképes rugó pakli a jövőben is. Hát az oil rugó az meghalt, már csak azért is, mert ha jól emlékszem, az oil is kikerül a játékból. Szóval, ja, a Blade Fury az elég csúnya nerfet kapott, őt valószínűleg soha többet nem fogjuk látni. Nightjagről nem tűnik nagy változásnak, értéke, mármint mana költsége és a HP-ja ugyanaz maradt, viszont három helyett kettőt üt. Hát, igen, neki már elkért ez a változtatás, ugye, mint már párszor említettem, és szerintem még fogom is, pedig már csak négy lap van hátra, hogy lassítani akarják a metát és a Nightjagrelt. Szerintem kb. Csak azok a paklik használták, amik arcra akartak menni, illetve volt még egy-két ilyen sok lény megidézünk, és akkor össze-vissza dobáljuk a dobók jéseket kombó, viszont szerintem a Nightjagger is egy olyan lap, ami továbbra is benn fog maradni. Ez az egy damage, ez soknak tűnik, de végül is az igazi értékét nem abból nyertük ki, hogy most akkor hármat üt, és most kettőt fog, hanem hogy milyen effektje van, és az továbbra is megmaradt ugyanannak. Lepelgnom. Na hát igen, a kis leprás gnómunk eddig is nagyon-nagyon nagy fejfájást okozott, szintén az agro paklik kedvenc lapja volt. Egyér 2/1-es, ami alapvetően is egy tök jó stat, így idézőjelben, és még kettőt sebzett a hősünkbe, amikor meghalt, tehát ez így elég beteg volt, valljuk be. Tehát az első körben bármelyik agró pakli kirakta és örült magának, hogy vagy még több manát áldoztunk rá, mondjuk egy coin pinggel, vagy pedig leszettük fejjel, és akkor még több damage-et osztott be. Egy manáért 1/1, hát ezt így már korrektnek érzem. Továbbra is kettőt sebez, úgyhogy valószínűleg továbbra is fogjuk látni még, ha lesznek még agró paklik. Arcane Golem. Hát igen, 3-4/2, valószínűleg mid-game, late-game tájékán láttuk ezt, ilyen finishing kombónak, tehát amikor ezt láttuk, már több mint valószínű, hogy meghaltunk. Nekem is volt erre egy paklim, amivel ráraktam a +4/+4-et a Warlock Raptor, aztán lefészreszeltem, és itt 18-at seveztem. 16-ot seveztem, igen. Egy kör alatt, és általában abban meg lehetett ölni az ellenfelünket, ezért cserébe annyit kellett tenni, hogy adtunk egy üres mana kristályt az ellenfélnek, és így még meg is érte az áldozatot. Viszont 3-4/4, tehát +2 HP-t kapott, és ezért cserébe nem charge-os, viszont ugyanúgy adja a mana kristályt az ellenfélnek, ami hát szerintem felér egy öngyilkossággal. Ez az a lap, amit bizton állíthatom, hogy soha többet nem fogunk látni, hanem ha csak nem valaki azt akarja, hogy a másik ember nyerjen. De szerintem ezt nem sokan akarjuk. Úgyhogy őt tudja, hogy kiírtottuk a játékból. Molten Giant. 20 van a helyet, 25-ös lett, statja, értéke, mindene ugyanaz. 25, hát igen, az már egy elég kockázatos dolog. Eddig ugye 10, illetve az alatti HP-n ingyen ki tudtuk játszani. Na már most ez azt jelenti, hogy 5 vagy az alatti HP-n tudjuk ingyen kijátszani. Hát és ember legyen a talpán, aki 5 HP-n szeretne lenni. Hát megesik, de elég ritka. Általában 5 vagy az alatti HP-n vagyunk, akkor már meg is haltunk. Ott már valószínűleg csak egy Rénó segíthet. Ezt elég nagy nerfnek érzem, bár csak 5 mana, csak 5 mana, de igen. Valószínűleg, ha handlockot fogunk még látni valamilyen formában, akkor ez továbbra is szerepelni fog benne, de inkább csak ilyen általam elképzelt Reno handlockba, amit készítettem, és abban is csak egy van. Meggondolandó, viszont ha kivesszük, akkor meg felmerül a kérdés, hogy mivel tudnánk helyettesíteni. Na, most nem néztem meg az összes lapot, ami fog érkezni, lehet, hogy van, ami hasonlóan jó, de kérdéses. Kérdéses, minden esetre olcsóért 8/8-at le tudunk rakni viszonylag jó stattal. A 10 alatti HP-n vagyunk, akkor már egész korrekt áron tudjuk használni, úgyhogy szerintem ő még maradhat.
És hát az utolsó lap, amit nerfeltek, és számomra a legnagyobb szívfájdalom a Master of Disguise. 4-4 per 4, és egy friendly momnak stiltet adtunk. Ugye, aki régebb óta követ engem a leges-legelső videómba, az érdekes pakli ötletek videómba, akkor még nem is ez volt a neve. Ez volt a fő alkotó eleme a paklinak, és elárulom nektek, hogy a 100. videóra is egy olyan paklit akartam, amiben ezt felújítom, ezt az első paklim, viszont erre már nem fog sor kerülni, mivel hogy megváltoztatják a képességét, mégpedig ugyanaz a statja, lerakod, és egyetlen egy körig fogja eltüntetni a saját mobjainkat, ami valljuk be édes kevés, és nem jó semmire, tehát még ha full kombót nyomjuk, hogy nálunk van ez, a másik ugyanilyen, és két conceal, akkor is 4 darab körig tudunk eltüntetni valamit konstansan, ha mondhatjuk a 4 kört konstansnak, de nem. Ezért eddig is úgymond nagy árat kellett fizetni, hogy ebben valamit eltüntetünk. Én a mit is tüntettem el? Questing Adventure World. Igen, és ott is akkora tempó kiesés volt, hogy eltüntettem egy lapot, és erre ment el az egész köröm, hogy kb. Utána alig lehetett visszajönni, és még volt utána is, hogy egy-két lapból meg tudta oldani az ellenfél, de őt garantáltan nem fogjuk többet látni. Szerintem sehol. Nem, mintha eddig láttuk volna, nyilván most bejön egy-két lap, amit ha eltüntetnénk konstantan, akkor egész jók lennénk, mondjuk a kutum buffolós lapok, de hát igen, érte, elmorzsolunk egy könycseppet. Szóval ennyi lett volna ez a rész, mármint a videó első fele, és akkor most jön a pakbontás. Welcome, boys! Make some room by the hearth, won't ya? És akkor itt vagyunk, hát összegyűlt egy kisebb mennyiségű goldocska, meg hál' Istennek a Watch and Learn-ből és a Traven Brawlokból összegyűlt 20 pak. Úgyhogy ezt fogjuk mi most kiegészíteni. Egy tízessel. Meg is történt. És így már megvan a 30 pakkunk. Szerintem kezdjük avval, hogy megnézzük, hogy akkor mi van nekem itt. Na hát, ő a Jolly Joker, annó kérdezte egyik haver, amikor játszottunk egymás ellen, hogy neked megvan ez goldba, és nem kraftoltad szét. Na hát akkor most innen szeretném neked üzenni, hogy nem kraftoltam szét, még pedig azért, mert ez itt most 1600-at ér 400 helyett. 1600 dust? Ja. És mivel, hogy az Ancient of Lore-t annyira nem is használtam, ezért 1600 dust, így hopp. Remek. És szerintem mehet a másik is a levesbe. Mert hogy amit nem használunk gyakran, azt érdemes szétkraftolni, mivel hogy ugyanannyiból tudjuk kraftolni a következőt. Tehát amit most beváltunk ide, és esetleg később úgy gondoljuk, hogy hű, az alap nekem mégiscsak kéne, és nem olyanok vagyunk, hogy most akkor el is költjük az összes dust-ot, akkor még mindig ott lesz, viszont ez csak egyszer van, hát mondhatni egy élet alatt. Úgyhogy, hát a Hunter's Markot ugyan nerfelték, viszont ez basic lap, úgyhogy őt nyilván nem lehet szétszedni. Na most emlékezetem nem csak, akkor itt van még egy 4 marás Master of Disguise. Ami szintén egy kisebb Jolly Joker, mivel ő is meg volt goldba, szóval ő is 800 dustot jelent nekünk. És hát igen, tőle könnyes szemmel búcsúzunk el, viszont őt én személy szerint szerettem. Viszont így már használhatatlan szegényke. Eddig se volt túl erős, de most aztán végképp. Na már most mit nerfeltek még? Volt még egy 3 manás Arcane Golem, amit, na hát őt 1000 örömmel kraftolom szét ezekkel az értékekkel. Igen, volt egy 3 manás bagoly.
Viszont én még mindig azt mondom, hogy én Bagoly Párti maradok, már csak azért is, mert ez a jelképem. 3-ért 2 per 1 Silence, és én azt mondom, hogy ha ezt szét akarnám szedni, akkor is 40, azaz 80 Dust jönne, szóval őt nem tartom szétszedésre alkalmasnak, mivel hogy szerintem még mindig túl jó ahhoz. 4 manáért kellett volna számolni, hogy mik maradtak benne, és mik mentek ki. 4 manáért van valami, nem? Nem, akkor csak rosszul emlékeztem. Ami tuti, hogy itt a végén van nekünk egy Molten Giantünk, viszont szintén 40 vagy 40, 400-at ér, viszont ebből csak egy van nekem, és szerintem ő maradhat. Talán, de őróla még átgondolom, hogy mi a véleményem, majd még használom, és amíg még szét lehet szedni, addig talán szét fogom szedni. Közben eszembe jutott, hogy van egy darab Big Game Hunterem, úgyhogy szerintem ő is maradni fog, mivel hiába 5 manás 3 helyett, én még mindig azt mondom, hogy ő ebből az egyedi képességével fog szerepelni a játékban és a metában is. Ó, közben eszembe jutott a égen. Hello Mr. Force of Nature, 5 ér 3, 2 per 2-es charge nélkül. Szintén nagyon nagy örömmel szedem szét, mivel őt se használnám többet. És 3, nem 4 manás, Keeper of the Grow, ami szintén kiesik. És rugólap, már emlékszem a Blade Fury-re. Szerintem az előbb itt voltunk a Master of Disguise-nál, de lényegtelen, szintén lehet, hogy még valamikor elő fog jönni, mert ugye azért mégiscsak egy csomó lényt, idézőjelben a lehetőségünk adódik rá, meg tudunk vele semmisíteni, de egyelőre nem az igaz. Igen, és az oi rugó, ahogy említettem, is ki fog esni, mivel hogy ez is GVG-s lap. És azt hiszem, hogy ennyit nerfeltek, ami azok közül, amiket szét tudunk szedni. Még 2 manáért, hola. De 2 manás lesz a Knife Juggler, még eszembe jutott, viszont a Lepergnom az továbbra is játszható, én azt mondom. 3 manás a Knife Juggler. Nem, 2 manás, jól emlékeztem. 2 per 2-es is maradtak az értékei, szerintem ő is még használható. Úgyhogy aki akarja, továbbra is tudom neki ajánlani, illetve javasolni, és akkor végre elérkeztünk a nemes pillanathoz, miszerint kibontjuk ezt a 30 pakkot, és reméljük a legjobbakat. Na hajrá! Semmi rér, semmi rér. Az igen. Az igen. Első pak, legendari. Oké, adom. Jó. Golden rér. Ó, wow. Felgár, nagyszerű. Na hát ő meg volt 2-szer normában. És manatájtottam, azt hiszem, ő is meg volt 2-szer, és legendáret, nem is tudom, mi kell az alapcsomagból. A Golden Legendary-nak biztos örülnék. Milhouse Marastorm! Ez az! Köszönöm! De már tippel nem se kellett volna rá, hogy mi lenne, ha húznék még egy Milhouse Marastormot. Hát 400 dust, kedves hölgyeim és uraim! Aj, vazeg, Milhouse Marastorm. Ősi ellenségem. Na nézzük a következő pakkot. Semmi, semmi, rér. Ó, epic. Oké, őket nem nerfelték. Most már lehet, hogy csak így fogjuk nézni. Az epic pedig egy Shield Slam. Ó, remek. Azt hiszem talán ebből csak egy volt. Az tök jó. Meg lett a mács, hogy sétlenem, puréi. Semmi, semmi, semmi rér, semmi. Ó, a második Golden Silver Moonguardian. Remek. És egy Vaporize.
Na hát ők megvoltak. Rér, semmi, rér. Semmi, semmi. Oh, yeah. Oh, Mortal Strike. Ő talán meg is volt egyszer goldba. De nem 100%. És egy Bloodseer Corsair. Nagyon jó. Ő belőle is egy volt. Őt lekraftoltam, mert meg lehetett szerezni vele a papagájt. Viszont már azt se lehet megszerezni. Úgyhogy set face. Óha, ez elég gazdag. Két rare. Golden rare. Wow! Második Golden Savanna Hymen. Na hát ez tök jó. Amúgy ezen a lapon csodálkoztam, hogy nem nerfelik. 6 ér 6 per 5-ös, és maga után 2 per 2, 2 darab 2 per 2-est hagy az. Az elég jó. Ó, és a Doomhammer. Talán ebből is. Nem. Belőle volt egy koldas, meg egy sima. Igen, ő már megvolt kétszer. Semmi rév. Jó. Blade Fury, nagyon jó. Na, akkor őt vissza lehet váltani eredeti áron. Akkor egy eddig a sokból. Semmi rér. Oké. Okay. Rave the Alchemist, ő már megvolt kétszer, és Tungel, ő is megvolt már kétszer. Semmi. Rér. Jó. Divine Favor. Remek. Semmi. Oké. Okay. Manadix. Wow. Ó, Sunwalker. Ezt mindig el szoktam mondani, egyik kedvenc lapom még mindig. Semmi rér. Még egy legendari. Vagy még egy Milaus Malastor, mit mondjak? És egy Epic, azt a rohadt. Hát ez egy jó pak. Sun Free Protector, na az jó. Epic pedig egy Leon Hells, na az is jó. Második legendari. Na most már akkor lehet, hogy koncentrálni kéne. Koncentráljunk valami nem Milaus Malastorra, de ilyet nem mondunk. Hanem legyen mondjuk valamilyen, valami jó. És Szenárius, nagyon jó. Ő már mondjuk megvolt, de még mindig szívesebben craftolok szét egy Szenárius, mint egy Milaus Malastormot. Na nézzük, semmi. Wisp, nagyon jó. Manavret. Klassz. Egy darab lapot nyitottunk eddig, amit szét lehet szedni. Teljes áram. Na szép. Egy csomó semmi és egy rér. I found a ride. Oh. How can I so priest? Viszont egy szavam se lehet, már két legendarit nyitottam. Ugyan nem hasznos legendarik, de a nem hasznos legendari is legendari. Ó, ez a mai nap bölcsessége lesz, én úgy érzem. Imaster. Semmi rér. Gyerünk már, 12 lapot nerfeltek. Nem igaz, hogy nem tudunk olyat nyitni, amit nem nerfeltek. Nem, olyat nyitni, amit nerfeltek. Rér, semmi. Ó, oh, klassz! És már csak fele pakli van hátra a 30-ból. Semmi. Ó, oh, két Mirror Entity, nagyon jó. Meg egy Auctioner. Semmi. Holy Fire. Semmi. Epic, na. Az már valami. Itt egy Molten Giant. Nem, még egy Shield Slam.
Az se rossz. Ja igen, és ott volt a nulla manás Silence-es lap, hogyha Priest-re játszatok, én teljes mértékig tudom javasolni, hogy inkább a sima Silence használjátok, még a bagoly helyett is, mert annál kevesebb manába kerül. Igaz, nem lesz lenne egy 2x1-es, de hát, mint említettem, ott addig se az volt a lényeg, hogy legyen egy 2x1-es, hanem hogy silence-eljünk, és minél több maradjon, manánk maradjon arra, hogy megoldjuk az adott szituációt. Két rare. Ó, és a Golden Circle feeling. Talán ebből is volt már egy, ha jól emlékszem. Még egy Divine Favor. Remek. És egy Lava Burst. Amiből egyszer nekem már a Goldes is megvolt. Epic, na, nagyszerű. És egy Rare. A Rare pedig egy Stampinkodó. Na. Epic pedig egy... Még egy Leonhez. Hát, komolyan mondom, én amikor nyitok pakkokat, mindig ugyanazok jönnek. Tehát, ha valamit bevesz a gép a fejébe, akkor utána mindig ugyanazokat dobálja. Semmi rér, semmi, semmi, semmi. Oké. Okay. Blizzard, na, az klassz. Bár már megvolt kétszer, de Blizzard az egy jó lap. Semmi, 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 rér, semmi. Ó, még egy Unleash Download és még egy Fairy Dragon. Ez pedig még egy Doomguard. Nagyon jó. Rér, rér, semmi, semmi, semmi. Ó, ho, wow. Mirror Entity. Ó, az nagyon jó. Az nagyon klassz. Mert szerintem... Ó, de jó animációja van. Igen, valakinek nem mond sokat, vagy illetve nem fűz hozzá érzelmi szálakat, hogy egy lap golden vagy nem, de nekem kifejezetten tetszik. Szerintem tökre feldobják a játékot. És a Mirror Entity-vel szerintem, ha lerakom, akkor egy goldes lap... golden... goldos lapot fogok lemásolni. Ez az. Tehát, hogy az én másolatom golden lesz. Ha minden igaz. És az Inner Fire talán már egyszer megvolt goldba is. Crazed Alchemist megint. És egy Flare. Amit nerfeltek, de még egy régebbi patchbe, úgyhogy vele nem megyünk sokra. Semmi rér, semmi, semmi, semmi. Jó. És egy Mind Control Tech, ami... Ezt is elmondtam már korábban, ő volt az első rérlapom, a leges-legelső rérlapom. Egy csomó semmi, és... Holy Wrath. Igen, egy vicces posztot olvastam, miszerint a Holy Wrath-et buffolták, mivel hogy ez azt csinálja, hogy 5 manáért húzunk egy lapot, és a lapnak a mana kosztját azt rásebezzük arra, akire akarjuk. És mivel a Molten Giant 20-25-re lett nerfelve, ezért ezzel a buffolva lett, mert plusz 5-öt sebez. Ami végül is igaz, de ez egy vicces megközelítése a dolgoknak. Ador Peacekeeper, na, no, is egy jó lap. És eddig, ha még mindig jól számolom, akkor egyetlen lapot nyitottunk, amit nerfeltek. Ami elég siralmas. És egy semmi. Flashiting Ghoul, na ez tök jó. Szintén egy havas képet viselő lap, és ő sem volt még meg oldban. És még egy Blizzard. Nyilvánvaló módon. Semmi, semmi, semmi. Epic, nagyon jó. Még egy Blood Ink, még egy Wisp. Itt pedig még egy Shield, nem talán? Shadow Form, ú, az nagyon jó. Az nagyon jó. Ezt a lapot mindig is ki akartam próbálni, de annyit sose ért nekem, hogy lekraftoljam. Úgyhogy zsír. Bár a kettő lenne az igazi, mert akkor lehetne hármakat sebezni vele, de kipróbálásra ez is tökéletes. Na, klassz. Már is nyitottunk valamit, ami jó. Ez az. És akkor a 30 darab pak utolsó pakja. Na nézzük, akkor csak egy óvatosan egy semmi, semmi, rér, semmi, és egy epic, na.
ez már valami. Ezek közül egyiket se nerfelték. Blade Fury. Na hát úgy néz ki, a mai nap sztárja Blade Fury lett. Mivel egy kettőt is nyitottunk belőle. Golden Gore Hall. Wow! Az igen. Na hát ez tök jól néz ki. És őt is szoktam használni, bár ritkán, de... klassz. Na, hát egy Golden Epic a végére azért becsusszant. Hú, ez jó volt. És akkor hamarosan majd fogjuk itt nyitni még az ennél nagyobb pakkot is. Na, kíváncsi vagyok, hogy ez a feature működik-e már. Ah, működik, remek. Akkor most lehet kettő darab Soul of the Forest. Ja nem, mert ez csak az új lapokat mutatja, ha. Oké, ez nem rossz, meg lett a két darab izé, Savanna Hymen Goldba. Meg lett egy Mirror Entity Goldba, ami tök jól néz ki, ezt szerintem óriási, ezt sose láttam még. Hűha, hát igen, Priestnek jött lapja rendesen, Shadow Form, az nagyon jó. Ó, igen, és most már meg lett kétszer az Inner Fire Goldba. Ah, hát a rugó az nem kapott túl sok lapot. A sámán sem. És ez már Goldba is megvolt, emlékszem, a múltkor pont kinyitottam. Ez sem néz ki rosszul, de jó. Csillog a foga. A Shield Slamből jött Dögivel. Ó, és itt a jó kis Gore Hall. Ez is tök jól néz ki. Gyűjjaj, és a sok basic lap, amiből egy goldos, az jól néz ki. Mintha elmiszeltük volna itt egy... Egy... Ja, mert az nem nyú, mert abból nem jött új, csak olyan, ami már meg... Opp, ott van. Ó, igen, ebből nyitottuk a kettőt. Úgyhogy igen, ő már megy is a süllyesztőbe. 6055 Dust. Na, val úgy érzem, már lehet valamit kezdeni. Na, akkor ennyi lett volna mostani pak bontós, illetve nerf kivizsgálós, utána nézelődős kis videónk. És igazából az a probléma, hogy ugye a héten jön ki a Whispers of the Old Gods, igazából ez nem probléma. A probléma abból adódik, hogy majd, amikor kinyitom a pakkot, addigra nem tudom, hogy megcsinálom-e ezt a videót, illetve ha megcsinálom, akkor nem tudom, hogy azt mikorra szerkeztem meg, mert ugye hétköznap dolgozom, hétvégén, meg mint említettem, lesz majd a PlayIT. Úgyhogy mindenkitől türelmet kérek, és majd egyszer csak avval is befutok. És addig is mindenkinek jó mulatást, szép napot, jó játékot, találkozunk legközelebb. Szevasztok! Szóval, amit még el akartam mondani, de elfelejtettem az előbb, és hogy most mondom el inkább, mint sem, hogy végleg elfelejtsem, ezen a héten április 30-án lesz a PlayIT, amin ott leszek, úgyhogy ha még rajtam kívül bárki ott lenne és találkoznánk, akkor majd pacsizunk.